Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, itt az év végéje, úgyhogy egy picit felidézzük, hogy mi is történt. Például a kerékpáros világban a számunkra a legfontosabb versenyen, hiszen a Magyarország úti kerékpáros körverseny minden korábbinál sokkal, de sokkal erősebb mezőnyt tudott összegyűjteni erre az évre, úgyhogy ezért is nézzük meg, mi történt május közepén azon az öt szakaszon, amit inkább Kelet-Magyarországon rendeztek, hiszen a szervezők Eisenkramer Károlyék nem szerették volna túlterhelni sem a balatoni régiót, sem pedig Budapestet és környékét, hiszen ez az év abból a szempontból is különleges volt, hogy a Giro d'Italia is innen indult. Ima az öt szakasz, elsőként tehát egy Csákvár-Székesfehérvár etap majdnem 200 kilométerrel. Az ötből négy azért inkább mezőnyhajrát vetített előre, és aztán utána az ötödik volt az, ahol mindenki szerint majd, legalábbis akkor mindenki így gondolta, eldől az összetett, és azért ez tényleg gyakorlatilag 100% volt, hogy így is történik. Ami az első szakaszt illeti, Csákvár és Székesfehérvár mellett egyek volt a Tour d'Hongrie egyik szervezési központja, közel volt Budapesthez, és látványos hegyi hajrát is ki tudtak ott építeni a szervezők, amin háromszor is átment a mezőny, és itt ráadásul még a nagyon fontos vendégek is itt lehettek. Azért is volt ez jó döntés, hiszen a Giro harmadik szakasza Balatonfüreden ért célba, és onnan azért Székesfehérvár nem volt egy túlságosan nagy távolság a csapatok számára. Ha már csapatok, amit említettem már a korábbiak során, azért itt valóban az, hogy ilyen sok pro team tudott elindulni, az önmagában már mutatta, hogy nagyon-nagyon jó úton van a Tour de Hongrie, és a cél az folyamatosan az volt, hogy egyre komolyabb és komolyabb szinten jegyezzék ezt a versenyt, ennek köszönhetően pedig ez a mostani év mindenképpen egy szintugrás volt. Ha azt nézzük, hogy a Jumbo, az Ineos, a Quickstep, a Movistar, az Israel, a Jumbo, a Trek, tehát tényleg csupa olyan csapat, amelyiket mindenhol látnak. A 23-ból 14 olyan csapat egyébként, amelyik a Giron indult itt a magyarországi körön is rajthoz állt, ami jól mutatja, hogy azért ez egy teljesen más szint, mint ahol akár csak 5 évvel ezelőtt volt a verseny. Ami ezt a szakaszt illeti, egészen jó időjárási körülmények között rendezték meg ezt az első etapot, és látjuk, hogy itt bizony óriási öröm, hogy két magyar versenyző is be tudott kerülni a szökésbe, ami nem volt egy annyira egyszerű feladat. Filutás Viktor pedig a magyar bajnoki trikót igencsak szépen viselte és megtisztelte, hiszen például az első részhajrát, egy hegyi részhajrát egyeken, egy harmadik kategóriás emelkedőt meg is tudott nyerni. Dina Márton itt van még 112-es rajtszámmal, úgyhogy ő is próbálkozott, de azért a vége felé már nem volt annyira nagy az együttműködés a versenyzők között. Láttuk a Páncsó arénát, hiszen Felcsút mellett is elhaladt, még a Felcsúton nem is a mezőny. Itt pedig az újabb próbálkozás, az első gyorsasági részhajrá, és ezt is el tudta vinni Filutás Viktor. Úgyhogy itt mind a két mezért jól állt, de hát nyilván azért ez egy jóval, de jóval hosszabb szakasz, és pláne komolyabb verseny. Ráadásul azért a bukások is nehezítették egy-két versenyző dolgát. Jön az újabb részhajrá, ezt már Aaron van Pucke vitte el. Eisenkramer Károly elmesélte azt, hogy próbálták a pontokat úgy kialakítani a gyorsaság, és főleg a hegyi részhajráknál, hogy a hegyi trikó az ne egy az egyben a kékesen dőljön el, hanem legyen értelme és legyen érdemes a versenyzőknek minden egyes szakaszon próbálkozniuk, hiszen abban az esetben meg lehet úgy a hegyi trikó, hogyha a kékes nem is sikerül igazán jól, és ezt például majd látjuk itt a következő percekben. Aaron van Pucke kifejezetten jól ki is használta. Aztán utána szétszakadt a mezőnyfilutás, Viktor fáradt el legkorábban, úgyhogy azért neki így a megkülönböztető mez az kicsit más megvilágításba került. Dina Márton viszont a kométa színeiben ott tudott maradni, ugye Márton abban is reménykedett, hogy esetleg a Giro keretbe bekerül, ez nem történt meg, Fetrelik kapta meg a kométával a lehetőséget, úgyhogy Dina szeretett volna itt a magyar körön jól teljesíteni, hiszen a hazai versenyzőknek ez nyilván egy kiemelt, nagyon-nagyon fontos állomás minden egyes évben, de itt Aaron van Pucke egy picivel erősebb volt, úgyhogy elvitte a harmadik hegyi részhajrát. Itt volt még Joseph Roszkopf is ebben a mezőnyben. Látjuk az amerikai trikóban őt, és tényleg azért azt ki lehet emelni, hogy van Pucke és Reinders
Baloásznak nagyon-nagyon sokat segített. Reinders tudta elvinni a nap utolsó gyorsasági részharráját. Sajnos volt egy komolyabb bukás itt a mezőnyben, amelybe több versenyző is bekerült, és majd látom a későbbiekben még egyel többet is. Orosz Gergő és Filutás Viktor is sajnos belekeveredett ebbe a bukásba, úgyhogy emiatt ők már utána, főleg Filutás Viktor nem tudott úgy teljesíteni, ahogyan szerette volna, meg tervezte előzetesen. Szóval azért a Sportslanderen nagyon szépen kitett magáért, de azért az várható volt, hogy a végén ebből mezőnyhajrá lesz, és azért a verseny nagyjából arról szólt, hogy Jakobsen és Grönevégen itt van a mezőnyben, vagyis két kiváló sprinterő később, nem sokkal később, már a Tour de France-on is nyertek szakaszt, és ez volt a nagy főpróba, azok után, hogy a lengyel körön még évekkel ezelőtt egy elég komoly bukásba keveredtek, és hát azóta nincsenek túlságosan jóban, de hála Istennek Jakobsen is vissza tudott térni, és nem is akárhogyan tért vissza. Itt pedig akkor már a hajrá, a mezőny hajrá rögtön az első szakasz végén. A Trek nagyon szépen megpróbál kibújni és hozná a saját emberét, de aztán feltűnik Olaf Kooij, és Kooij meg tudja nyerni az első szakaszt, megelőzve Elia Vivianit és Matthew Wiles-t. Kooij egyértelműen szerintem mondhatjuk, hogy a jövő egyik nagy sprintere, aki már itt is bizonyította. Talán azt is mondhatjuk, hogy kicsit ilyen korszak, generációváltás is bekövetkezett, hogy ő már az új éra képviselője. Nagyon szépen borít ki. Azért azt elmondhatjuk, hogy ezt alaposan elrontotta a Trek együttese. Eberesturi próbálkozott ott 51-essel. De hát itt is azért Helmosse, Moschetti, olyan nevek, néhány gyermek csak álmodni mertünk arról, hogy ilyen versenyzők lesznek majd. Végül Moschetti lett egyébként ötödik. Nyilván érte dolgozott a csapat, de hát ez nem volt az igazi. Tehát Kooij az első, Viviani a második, Wiles pedig a harmadik, pár B a negyedik. Azért Vivianinek is nagy éve van, de nem feltétlenül ezen a versenyen jött ez ki. Úgyhogy ez volt az összetett a jóváírások után. Kooij, Reinders, Viviani, hiszen az idő jóváírások itt beleszámítottak menet közben is, és láttuk, hogy Dina Márton is milyen jól állt. De hát az első szakaszt követően azért nagy meglepetés nincsen, hogyha minden egyes trikót kis túlzással ugyanaz a versenyző vesz föl. Na jön a második szakasz, Karcag és Hajdúszoboszló között. Nézhetjük, hogy merre halad a mezőny. Itt még egy várost kell egyébként a rajt és célváros mellett kiemelni, méghozzá Tiszaújvárost, hiszen Tiszaújváros elképesztően szívügyének tartja a Tour d'Hongrie-t, és gyakorlatilag a versenyre a város fele kilátogatott, elképesztően jó hangulat volt, és azt is lehet mondani, hogy ez a kelet-magyarországi központja volt idén a Tour d'Hongrie-nak ez a település. Volt két hotel, amiben csak és kizárólag négy napon keresztül a Tour d'Hongrie részvevői voltak, mert hogy innen nagyon jól meg lehetett közelíteni az összes rajt és célvárost a következő napokban, azt pedig mindig nagyon szeretik a csapatok, a versenyzők, hogyha nem kell napról napra költözni. Nyilván nekünk azért Hajdúszoboszlót sem kell bemutatni. És ez egy nagyon-nagyon érdekes etap volt, azt azért gyorsan mondjuk el, hiszen a szél itt elég komolyan befolyásoló tényező volt. Mivel egy versenyző csak egy megkülönböztető trikót viselhet, ezért aztán szépen kiosztották a trikókat a versenyzőknek. De a legfontosabb a sárga, az Kooijon volt. Ebben a pillanatban pedig elrajtolhat a mezőny. Ezúttal is elképesztően nagy hőség volt.
és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ezúttal a Quickstep jobban összeszedi-e magát, vagy pedig megint majd a Jumbo lesz az az együttes, amelyik jól tud teljesíteni. A magyar versenyzőket tavaly talán érhette kritika, hogy annyira nem voltak elől, idén nem. Kusztor Péter például ebbe a mostani szökésbe tudott belekeveredni. Itt olvashatjuk, hogy ki mindenki szerepelt. És nem meglepő módon Jens Reinders is itt van. És még továbbra is a legérdekesebb része ennek az, hogy egyszerűen felfogni sem tudjuk, hogy ilyen mezeket, ilyen versenyzőket láthatunk. Ha már Reindersé volt, ha nem is maga miatt, a zöld trikó, akkor ezt meg is tisztelte azzal, hogy ezen a napon is szökött, és ezért lehet azt mondani, hogy a Sport Flanderen Belvaz nagyon-nagyon jól szerepelt ezen a Tour de Hongrie, és lehet mondani, hogy talán az egész évben az egyik legjobban sikerült versenye ez a belga kis csapatnak. Ime Jakobsen. Borzasztó bonyolult műtéttel kellett az arcát rendbehozni a nagyon-nagyon csúnya lengyelországi bukását követően. Ideig az életéért is aggódtunk, nem azért, hogy utána hogyan szerepel majd a Tour de Hongrie. És valóban ez egy nagyon-nagyon jó szervezői döntés volt, hogy a sprinterek közül a legnagyobbakat sikerült ide csábítani. Most azért nem igazán lehet azt mondani, hogy van egy olyan sprinter, aki kimagaslóan jó lenne, kiugró lenne, de hogyha nagy neveket tekintjük, akkor ez tényleg egy minden igényt kielégítő mezőny volt sprintereket tekintve. Nyilván akik a Giron voltak, azok nem tudtak jönni, de hát Cavendisht meg láttuk a Giron nem is akár hogyan teljesíteni. Reinders nagyon szépen gyűjtögette a jóváírásokat, ami az összetett szempontjából is fontos, hiszen ha nem is annyit lehet gyűjteni, mint a célban, de ezek a másodpercek is meghatározóak lehetnek. Ha nincsen nagyon sok hegy egy versenyben, akkor egyértelmű, hogy mindig a jóváírások azok, amik befolyásoló tényezők. Aztán, ahogyan azt megtanultuk az elmúlt években, úgyis jön majd az utolsó szakasz, és az igazán komoly izgalmak majd ott lesznek az összetett szempontjából. Na nézzük az újabb részhajrát. Reinders egy eléggé hosszút nyit, de jól tette, hiszen meg lett ez a gyorsasági részhajrá is. Közben érdemes figyelni, hogy az aszfalt is mindenféle Tour de Hongrie rajzokkal van tele. Ezt nagyon szépen megoldotta Reinders. És akkor itt van az, amiről szó volt az imént, hogy mennyire sokan látogattak ki Tiszaújvárosban erre a versenyre. Az egyértelmű, hogy a magyar triatlon fővárosa Tiszaújváros, de nem csak a triatloné a népszerűség, hanem az azon belül egyik sportágia, kerékpározásai is. Hátul a Quickstep pedig gondolt egy merészet, 57 km van hátra, és érezték azt a csapaton belül, hogy itt most van lehetőség szétszakítani a mezőnyt. Az oldalszélben mindig borzasztóan nehéz tekerni, és hogyha valaki nem tudja azt a szélárnyékot kialakítani magának, amiben még viszonylag sporulósabban tud menni, akkor nagyon-nagyon komolyan és hamar bajba kerülhet, mint ahogy azt ezen a szakaszon is láthattuk. Egyébként nagyon őszinték vagyunk, ez előzetesen egy eléggé unalmas etapnak ígérkezett. Ehhez képest ezzel az oldalszéllel minden megváltozott, és egy nagyon-nagyon izgalmas és rendkívül gyors utolsó 50 kilométert láthattunk. Íme ezek a különböző kisebb csoportok az oldalszél miatt. Reinders pedig bajba került, hiszen kerékpárt kellett cserélnie. Ez soha nem egy túlságosan jó hír. Borzasztóan nehéz oldalszélben úgy teljesíteni, hogyha az ember egyedül van, gyakorlatilag esélytelen a többiekkel szemben. És itt megint azt azért ki lehet emelni, hogy ez szervezés szempontjából egy nagyon jó döntés volt, hogy erre vitték a mezőnyt. Ha már hegyeket erre felé nem igazán lehet találni, akkor legalább az oldalszelet sikerült, és ez mindenképpen meghatározó. Balmazújvárosban volt a harmadik gyorsasági hajrá, és ezt Elie Viviani el tudta vinni. Neilánc és Tom van Asbroek a második, harmadik helyen. Ez is egy különleges befutó lett ezzel, és látjuk azért, hogy errefelé is csodálatos képek vannak. Hát hasonlót láttunk a Giron is, ami az egész világot bejárta, a huszárok itt is
itt vannak és próbálkoztak még inkább otthonossá tenni ezt a versenyt, és még inkább úgy érezni, hogy ez valóban egy nemzeti ügy nálunk. És akkor már csak 1,3 kilométer van hátra. Figyeljük, hogy ezúttal kinek hogy sikerül. Egy jóval szűkebb, kisebb létszámú mezőnyt figyelhetünk, de azért a nagy nevek elől vannak. Itt most még a Movistar is próbálkozott elől, hiszen Max Kanter egy elég jó sprinter, és ő itt van a mezőnyben. Ott viszont egy hatalmas bukás, sajnos. És ebben rendkívül sokan vannak. Ezek után azért reálisan abban gondolkodni, hogy valaki kap egy normális felvezetést, azt nem igazán lehet megengedni. Ettől függetlenül azért a nagy nevek ott vannak elől, és Jakobsen még mindig spórolós üzemmódban, ami innentől kezdve neki igencsak ígéretes. Már megkapja a lehetőséget, mögötte ott van Barbier, kicsit emelkedik a vége, de Jakobsen kibírja, és ezzel megnyeri a második szakaszt. Nagyon-nagyon fontos győzelem volt ez Fabio Jakobsennek. Tavaly már a Vueltán azért bizonyította, hogy mennyire jól teljesített, és mekkora képességű versenyző, de itt is megtette ezt Magyarországon. Sajnos a Jumbo belekeveredett ebbe a bukásba méghozzá, igencsak erőteljesen. Úgyhogy Kojtól, az összetettet vezető versenyzőtől el kellett köszönni. Itt láthatjuk felülnézetből is a hajrát. Picit hadd beszéljek haza, ezek tényleg olyan képek, hogyha a túlról látjuk, akkor is azt mondjuk, hogy jó, hát ez a túr, mármint a franciaországi. Úgyhogy Jakobsen ünnepelhetett. Az a nagyon nagy Grönevégen Jakobsen csata az egyelőre elmaradt, hiszen nem igazán láttuk a várt csatát, hiszen nem ért oda például most Grönevégen, de hát ez Jakobsent a legkevésbé sem zavarja, sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy ennek így kifejezetten örült. Ez pedig az összetett állása. Reinders visszaküzdötte magát, és ennek köszönhetően most rajta a sárga trikó. Jakobsen, Kuj a sorrend, társadalmas Kujtól el kellett köszönni. Ez tényleg a Flanderennek egy óriási bravúrja, hogy meglett a sárga trikó, még akkor is, hogyha azért az várható volt, hogy nem feltétlenül tudja megőrizni. Na jön a harmadik szakasz. Sárospatak és Nyíregyháza között 154 kilométert kellett megtennie a mezőnynek, és Eisenkramer Károly úgy fogalmazott, hogy itt a befutó is nagyon különleges volt, hiszen gyakorlatilag egy 12 kilométer hosszúságú célegyenesről beszélünk. Az utolsó 2 kilométertől kezdve az első kilométer az enyhén lejt, aztán az utolsó az enyhén emelkedik. Egy igazi tökéletes sprinternapról van szó, és hát itt is a Sportflanderenről is beszélhetünk. Nagyon-nagyon komoly erőfitottatás volt ez a Flanderentől. Egy tökéletes utánpótlás csapat, amelyik sorra neveli ki a jó versenyzőket. És aki azért járt már az ország ezen részén, Tokaj, de tényleg Sárospatak is, vagy az egész elképesztően szép része Magyarországnak. És akkor megtörténik a szokásos, az ilyenkor szokásos szalagátvágás, ezúttal is megvan. Nagy tapsot kérnék szépen, tehát a harmadik szakaszon a mezőnye. És akkor a rajt, ez még ugye a lassú rajt. A megkülönböztető trikók pedig alaposan gazdát cseréltek, ez már
a rendes rajt, innentől kezdve lehet támadni és lehet próbálkozni a szökéssel. Nem mondom, hogy a legegyszerűbb feladat ezt ilyenkor összehozni, de látjuk, hogy van, akinek nagyon jól sikerül. Az egyértelmű, hogy az időjárás kicsit változott, hiszen itt szemerkélt az eső, és ahogyan olvashatjuk, azért elég sokan voltak kénytelenek feladni a versenyt, például a Jumbo-ból ketten is, és Koi nélkül azért egy kicsit más a mezőny, nyilván még így is elég komoly társaságban sprintereket tekintve is, ami mindenképpen kiemelésre méltó dolog. Sajmosi Mártont is dicsérjük meg, akinek sikerült a szökésbe belekeverednie. Más kérdésre azért nagyon sokáig nem tudott ott maradni. Itt pedig Erdőbénye is az első hegyi rész, hajrá, láttuk a bányató is, milyen jól néz ki. Aaron van Puke pedig azt a piros trikót, azt próbálja védeni és növelni is az előnyét a pontversenyben, az első részhajrát azt meg tudta nyerni. Emil Dima lett a második, és Ricardo Zurita a harmadik. Viszont utána a mezőny ezt a szökevény csoportot utolérte, úgyhogy lehetett próbálkozni újra. Boldogkővára. Mindig elmondjuk, de talán vannak új nézők. Ez nem csak önmagában sportesemény, egy verseny, annál sokkal, de sokkal több, hiszen itt tudják az emberek még jobban megismerni itthon és külföldön egyaránt Magyarország nevezetességeit. Azért a többiek, Van Puckét leszámítva, még kitartottak, és Emil Dimának ez jól is jött, hiszen így a gyorsasági részhajrát el tudta vinni. Itt pedig Barbie, az Izrael színeiben rajta a zöld trikó, és egy kiváló sprinter. Az Izrael is komolyan vette ezt a versenyt. Más kérdés, hogy azért az egész szezonjára azt, hogy jól sikerült, azt nem igazán lehet mondani. Jön a második részhajrá, Kemecsén járunk, és Emil Dima ezt is el tudja vinni. Viszont ahogyan az ilyen szakaszokon várható, azért a mezőny utoléri a szökevény csoportot, látjuk, volt 21 másodperc előnye a négyesnek még nagyjából 20 kilométerrel a cél előtt. Ilyenkor nem nagyon szokás a szökevény csoportra fogadni, sokkal inkább valószínű az, hogy a mezőny utoléri az előlévőket, és aztán lehet egy klasszikus sprint. És talán itt mondhatjuk azt, hogy a leginkább adva volt minden ahhoz, hogy a végén majd egy komoly mezőnyhajrát lássunk. Itt van ez a széles, nagyon-nagyon jó út a sprinter vonatok számára. Tényleg annyi hely van, hogy itt aztán mindenki megtalálhatja a társait. Még az Ineos is próbálkozik természetesen Vivianiért. A Jumbo sem adta föl. Adott esetben Dávid Dekker még így is hozhat egy-egy jó eredményt a sztár csapatnak, hiszen tényleg a Jumbo az az együttes, amelyiket talán most a legerősebbnek lehet mondani. Nyilván ezt ekkor még csak susmogták, de ez a csapathoz igazolt a későbbiekben Walter Attila. És akkor nézzük a hajrát. Viviani nagyon próbálkozik, hogy aztán utána előbújva valamilyen jó eredményt el tudjon érni. De itt Matthew Valls is jön a bajnoki trikójában. Jakobsen is feltűnik, és egyelőre azért érdemes nézni azt, hogy Jakobsennek mennyi energiájába kerül az, hogy itt egy jó eredményt érjen el, és a többieknek mennyi energiába. Jakobsen most borít ki, és innentől kezdve azért várható, hogy nincs olyan, hogy őt megelőzzék. Jakobsen duplázni tud, ez a második győzelme. Rudi Barbier lett a második, és Sasha Vimes a harmadik helyezett. Elképesztően nagyot ment Jakobsen, is bizonyítja, hogy igenis
jó állapotban van. Megnézhetjük felülről is ezt a hajrát. Egész egyszerűen a helyezkedése Jakobsennek tökéletes. Ryan Müllen volt a bajnoki trikóban, és aztán érkezett utána még Vájz, de hát arra nem volt esélye, hogy ő vagy bárki megelőzze Jakobsent. Ez megint egy nagyon-nagyon komoly befutó volt. Három és fél óra alatt beérkezett a mezőny. Ez egy nagyon-nagyon gyors szakasz volt, és tényleg egészen bámulatos, hogy Jakobsen mennyire tisztán tudott nyerni, azért ez nem megszokott, azt gondolom. Íme tehát az összetett állása. Most már Jakobsenen van a sárga. És akkor jön az utolsó előtti, a negyedik szakasz, ez egy Kazincbarcika etap, 177 kilométer. Magában a szervezők, hát álmod is sem tudtak vele jobb forgatókönyvet annál, mint hogy Jakobsenen legyen a sárga trikó, azért erről a szakaszról, meg az előzőről is, még a Giro mellett is beszámolt a nemzetközi kerékpáros sajtó, hiszen tényleg ez a Jakobsen-Krönevégen csata, ez az egész világot megmozgatta, már azon részét, amelyik kedveli a kerékpársportot. Itt is azért Észak-Magyarországot járhattuk be, annak érdekében, hogy ne csak is kizárólag Budapest, vagy éppen a Balaton legyen egy magyarországi kerékpáros verseny központja. A kérdés persze az, hogy például jövőre majd merre halad a magyar kör. Egy biztos, itt most megint Szilvásvárad mellett is elhalad a mezőny. A szokásos szalagátvágás. És hát a Barcelona című dalt hallhattuk a háttérben, ezt külön Eisenkron, mert Károly kérte, hogy a Kazincbarcika miatt. Ez a körpálya pedig egy ragyogó kirándulóhely is az embereknek, hogyha esetleg közben az edrényiek egyik legnagyobb nevezetességét, a kastélyt láthatjuk. Szóval, hogy az egészen biztos, hogy erre lehet kerékpárra is, de akár gyalog is túrázni, és aki látja ezt a vidékét az országnak, az egyértelműen, talán mindenki azt mondja, igen, ez a része is csodálatos a hazánknak. Nagyon-nagyon sok szökési kísérlet volt egyébként magán a versenyen és ezen a szakaszon. De itt most a Quickstep nem akarta, hogy ez egy sikeres nap legyen a szökevényeknek. Ez egy érdekes kérdés, hiszen Jakobsen nem állt rosszul az összetettben, de hát azt ő is tudta, hogy nem fogja megnyerni az összetettet, hiszen az utolsó etapot azt már valószínűsíthetően nem bírja ki. Lett azért szökés, de látjuk, hogy az ilyenkor megszokott 5-6-8 perces különbség az közel sem volt annyi, nagyon nem engedték el a mezőnyt. Emil Dima, vagy a szökevényeket a mezőny tagjai tudta megnyerni. A korábbi napokon is már a pontok egy jelentős részét, és itt is jól kezdett, hiszen Van den Bossche mögött a második lett, és Aaron van Puke is ott volt, ő lett a harmadik, és látjuk, hogy valóban a szurkolók mindennel is készültek, egyébként végtelen népszerű volt a Tour de Hongrie is, meg a Giro d'Italia is, nyilvánvaló módon a televíziós közvetítéseket tekintve kerékpáros szinten. Aaron van Puke nagyon szépen csak és kizárólag a hegyekre koncentrálva elvitte a 6 pontot, hiszen ez egy második kategóriájú emelkedő volt. És hát azért a festői képek például a Lázbérci víztározóról is szintén hozzátartoznak ehhez a versenyhez.
A második gyorsasági rész, hajrá Van de Bosch, Dima és Van Pukke sorrendben, és aztán jön egy újabb emelkedő, ez csak egy harmadik kategóriás, nem mondom, hogy óriási különbségek vannak a pontok között egyébként. Itt is Van Pukke nézelődik. Ilyenkor azért általában, ha valaki hegyi trikós, akkor a szökevénytársak nem bánják annyira, hogyha ha el tudja vinni a részhajrát, mert nyilván ő sokkal inkább motivált ebben, és ez látható volt, hogy Aaron Van Pukke nagyon-nagyon szerette volna ezt a megkülönböztető trikót. És akkor jön az utolsó kör. Látjuk, nagyon korán 24 kilométerrel a cél előtt már utolérte a szökevényeket a mezőny, még az voltak próbálkozások, de ez a néhány másodperc ez azért nem olyan túlságosan meghatározó. Az fontos volt még, hogy az utolsó gyorsasági hajrát is el tudta vinni Aaron Van Pukke, úgyhogy tényleg nagyon szépen gyűjtögette a pontokat, és nyugodhatott meg a piros trikójával kapcsolatban. Ez a fehér-kék mez, ez a Bike Exchange meze, nem igazán láthattuk még sokat, bár már talán az előző szakaszon is ott volt elő a csapat, de ez az az alakulat, amelyben Grünewegen is teker. Eddig nem igazán alakult úgy a verseny, ahogyan azt szerették volna. De itt most komoly létszám van a Bike Exchange, és amit érdemes még kiemelni, hogy azért az Ineos minden egyes nap gyakorlatilag próbálkozott, és szerette volna elérni azt, hogy valahogyan sikerüljön Vivianinak szakaszt nyernie, de ez nem sikerült, és ez önmagában is mutatja, hogy mennyire színvonalas volt az idei Tour de Hongrie. Látjuk Jakobsen sárgában, most a Quickstep megy elől, és Grünewegen gyakorlatilag egy az egyben marad. Jakobsen kereke mögött teker, és bízik abban, hogy utána majd ki tud borítani, és a végén meg tudja verni ellenfelét. Nyilván Barbier is ott van, és ő is próbálkozik, hiszen neki meg minden egyes szakasz olyan, hogyha esetleg odaér, és egy ilyen mezőnyben győzni tud, amire utána nagyon-nagyon büszke lehet. Kicsit emelkedik, és itt azért most nincsen kérdés. Grünewegen nagyon szépen kibújt, és 50 méterrel a vége előtt már bőven lehet látni azt, hogy ő nyeri meg. Nem mondom, hogy még időkülönbséget is adott, mert az túlzás, de ez egy nagyon-nagyon szép győzelem volt. Okosan csinálta, és azért nagyon őszintén kicsit a csapattársak nélkül, de elég volt az is, hogy jól helyezkedett. Talán itt áttétel választás tekintve Jakobsen nem a legjobbat találta ki erre a napra. Nyilván nyert két szakaszt, úgyhogy ebből a szempontból ő ezzel a második helyen most nem ez annyira elégedetlen. Az, hogy Grünewegentől kap ki, az picit azért zavarhatja hozzátéve, ez talán inkább ilyen újságírós, vagy nem tudom mennyire az, de az újságíróknak fontosabb, hogy van ez a csata a múlt alapján. Hát itt valóban látható különbség, ennyi nincs a két versenyző között, ezért lehet azt mondani, hogy inkább technikai hibát követett el. Ezúttal Jakobsen vissza is ült a végén. A második hely az még így is megmaradt. Barbier jött be a harmadik helyre, aztán Vémész és Viviani még az első ötben. Itt pedig a folytatás. Emeljük ki, hogy Viviani is mennyire stabilan hozza ezeket a helyezéseket, de az nincs meg, hogy itt legyen fönt a dobogón is úgy ünnepeljen, mint például a Grünewegen. Ez volt az összetett állása, Jakobsen, Barbier, Reinders az első három, de hát azért azt lehetett tudni előre, hogy ez a sorrend alaposan megváltozik majd. Dina Marcit emeljük ki, ki nagyon szépen őrizte a legjobb magyar pozícióját, és kicsit azért az ember reménykedett abban, hogy valamiféle fajta beleszólása lesz majd az összetettbe a kékesen, hiszen azért emlékezhetünk, amikor Walter Attilával óriási csatázott néhány évvel ezelőtt. Picit máshogy alakult ezúttal Dina Mártonnak ez.
Az utolsó szakasz tehát Miskolc Gyöngyös Kékestető, 184 km, szint pedig akad bőven, hiszen azért ez valóban egy már-már klasszikussá vált etap. Látjuk két komoly hegyel. És ami még nagyon érdekes volt, hogy már az elején emelkedővel nyitottak, Mátraházára kellett fölmenni a szakasz kétharmadánál, és aztán utána már nem csak odáig, hanem onnan még fölmenve egészen a Kékesig kellett feltekerni. Azt mindenki elmondta, hogy az elmúlt évek alapján azért már megnézte, bejárta az utolsó részt. Mindenki jóval okosabb lehet azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan is kell teljesíteni a Kékesen fölfelé. Szóval a szakasz egy emelkedővel indult, ami abból a szempontból mindenképpen különleges, hogy adott esetben lehetett volna taktikázni valakinek úgy, hogy már ott megszökik, és végig tekeri az egészet elől, de ez talán az igazán jó hegyi menőknek egy pici öngyilkos taktika lett volna, hogy nem is választották ezt. Viszont szökés az így is lett. Füredi kastély, szálló. Itt pedig a szökevények, ami számunkra jó hír, hogy Karl Ádám is befért a mezőnybe, ez pedig talán az egész Tour d'Hongrie legemblematikusabb képsora lett. Már ez itt túlzás, de hogyha a nevezetességeket, tájakat nézzük, akkor mindenképpen igen más volt a helikopteres kép is. Jóval magasabb szint, és ez képekben is maximálisan visszaköszönt. Íme az első gyors, az első hegyi részhajrá, amit Nicolas Dallaval le tudott elvinni, Reinders pedig ezúttal is ott volt a szökésben, és a második helyet meg tudta szerezni. Karl Ádám pedig nagyon szépen gyűjtögette a pontokat, még akkor is, hogyha a részhajrák közül például ezt a gyorsaságit végül nem sikerült megnyernie, de a második hely az övé lett. Nicolas Dallaval vitte el ezt is. Azért is fontos, mert hogy ebből is látszik, hogy azért a kisebb csapatok is tudnak bőven olyan versenyzőt hozni, akik képesek lehetnek egy-egy jó eredmény elérésére. Jön az újabb részhajrá. Karl megint ott van elől. Reinders elvitte a Mátrafüredi részhajrát. És továbbra is arról beszélhetünk, hogy nincs olyan részhajrá, ahol ne próbálkozna. Itt végül egy harmadik helyet tudott megszerezni Marengo és Dallavalle mögött. A mezőny viszont soha nem engedte túlságosan nagy távra a szökevényeket. 23 másodperc volt a különbség 25 km-rel a cél előtt. Ami egyébként egy rendkívül izgalmas verseny a versenyben itt ezen a szakaszon, miközben látjuk, hogy itt is van még bőven próbálkozás. Ez a gyorsasági részhajrá, hiszen jelen pillanatban 42-42 pontja volt Fabio Jakobsennek és Rudy Barbier-nek is, úgyhogy emiatt azért még az utolsó, a Mátrafüredi részhajrá, az gyakorlatilag döntött arról, hogy ki lesz majd a zöld trikó a végén, íme az állás Jakobsen és Barbier között, Vémész már matematikailag sem tudta megoldani, hogy esetleg ő szerezze meg. Jakobsennek több győzelme van, úgyhogy ennek köszönhetően elég egyértelmű volt, hogy Barbier-nak nyernie kell, de hát Barbier rendkívül pekhes volt,
miközben itt van egy bukás is fölfelé, ami azért merőben szokatlan. Szóval így aztán annyira nem volt már nagy jelentősége annak az utolsó részhajrának. Ettől függetlenül azért 11,5 kilométerrel a cél előtt Jakobsen ezt a sprintet még elvitte, megelőzve Patrick Konrádot és Florian Szénésált, úgyhogy még a csapattársa is Jakobsennek hozott egy pontot. Itt pedig az újra aszfaltozott út, hogy a versenyzők tényleg minden igényt kielégítő körülmények között versenyezhessenek idén is. És ahogyan az egyre inkább lenni szokott, a megkülönböztető trikós itt már csak fölgurult, de mégis elégedett lehetett. Barbier szegény a bukása miatt a zöld trikóért nem is harcolhatott mindenképpen. Egy szomorúság volt, hiszen még izgalmasabbá tehette volna ezt a versenyt. Dina Márton, a legjobb magyarnak járó fehér trikóban. Sajnos ezúttal nem tudott a legjobbakkal elől tempót tartani. 2 kilométerrel a cél előtt pedig Dunbar, akinek nagy csalódás volt, hogy nem vitte el az Ineos a Giro-ra, gondolt egyet és szökött. A kérdés az volt, hogy vajon nem tette el túl korán, és ahogyan megindult, azért elég egyértelműnek tűnt, hogy ő ezt végig tudja vinni. Csak hogy az utolsó métereken érkezik Antonio Tiberia trackből, és még itt is úgy tűnt, hogy azért ez meg lesz, meg lehet Dunbarnak, de látjuk, hogy hihetetlen módon elkészült az erejével a hajrára, úgyhogy végül a track versenyzője meg tudta őt előzni. Dunbar teljesen tehetetlen volt, úgyhogy Antonio Tiberi oldotta meg a legjobban ezt az emelkedőt, és a király szakaszát a Tour d'Anglinak végül ő nyerte meg. Nagyon-nagyon ritka, hogy ilyen különbséget, ilyen rövid időn és távon belül valaki le tudjon dolgozni, de ez most Tiberinek sikerült, Dunbarnak pedig jött egy újabb csalódás. Ez tehát az utolsó szakasz végeredménye, Tiberi, Dunbar az első kettő. Nylánc a Tour d'Anglia korábbi győzelmeit követően most a 8. helyen oldotta meg ezt a szakaszt. Itt Tiberi, akit Váradi Benjamin kérdez és mondja azt, ez egy nagy győzelem volt neked. Hogyan sikerült megnyerni végül? Nagyon-nagyon boldog vagyok, az 5. győzelmem. Sajnos túlságosan sok időt veszítette a 2. szakaszon az oldalszeles etapon, úgyhogy onnantól kezdve az összetetre már nem volt esélyem, és amiatt szomorú vagyok, de nagyon örülök ennek a győzelemnek. Hogyan tudtad a végén Edit így elkapni és megelőzni őt? Igazából az egész napon nem éreztem jól magam. Jól kezdtem, de utána egy órát követően úgy éreztem, hogy nem vagyok annyira jó állapotban. Úgyhogy végül a mezőnyben maradtam a többiekkel, és aztán a hegy alján még elég nagy volt a hátrányom, nem éreztem jól magam, és utána egyre inkább kezdtem följebb és följebb tornázni magam a többiekkel, a cél pedig, amikor Dunbar támadott, mögötte voltam, de próbáltam folyamatosan feljebb jönni, és mindenkit megelőztem a végén, őt is utolértem az utolsó, hát nem tudom, 50 méteren. Úgyhogy a teljes gázzal mentem fölfelé a hegyen, és ennek köszönhetően lett meg a siker. Ez pedig az összetett Eddie Dunbarnak az meglett Oscar Rodriguez előtt, de nem volt teljes az öröme, hiszen az összetettet azt elvitte, a szakasz viszont nagyon szerette volna, az nem sikerült. Örülök, hogy meglett az összetett, de nem akartam nyerni ezt a szakaszt ma. Hát 40 méterre volt hosszabb az emelkedő, mint kellett volna. Jó lett volna ilyen jól teljesíteni, hiszen a srácok nagyon jó munkát végeztek, jó lett volna befejezni. Mindenki még élje is nagyon komolyan tekert értem, de szerintem örülhetünk az összetett győzelemnek. Mit jelent neked ez a siker, hiszen nagyon, nagyon meghatódtál a Coppi Bartali összetett győzelem után. Hát igen, ez egy újabb lépés a megfelelő irányba. Azt gondolom, hogy az utolsó 4 nap az nagyon jól alakult, bíztam benne, hogy bekerülök a Giro keretbe, úgyhogy más versenyt szerettem volna Magyarországon részt venni, de az, hogy abból a csalódásból itt tudtam visszajönni, hogy megtettem mindent, hogy az egészségem is, meg az erőállapotom is meglegyen, úgyhogy jó volt ez így, hogy
hogy föntartottam ezt az állapotot, összetettel elmenni egy csalódás követően, hogy nem kerültem be a Giro keretbe, személy szerint nekem nagyon jó, és szerintem a csapatnak is egy nagyon jó hír. Ebben nincs kérdés, nincs változás. Végül a zöld trikó az Fabio Jakobsené lett, és nem is több győzelem miatt, Rudy Barbier a második, úgyhogy Jakobsen két szakasz győzelemmel és egy zöld trikóval távozott Magyarországról. Ez pedig a hegyi pontverseny végeredménye, ez már jóval korábban eldőlt, hogy Aaron van Puké, aki egy nagyon komoly teljesítményt nyújtott végig a verseny során. Stabilan ott volt a szökésekben, és teljesen megérdemelt a trikója. És akkor a legjobb magyar, Dina Márton lett, 4 perc 14 másodperces előnnyel megelőzve Szarka Gergelyt. Karl Ádám lett a harmadik, de jó volt azt látni, hogy azért ilyen sok magyar próbálkozott, szegény Filutás Viktornak lett nagyon súlyos a sérülése a bukása miatt, úgyhogy ő elég hamar kiszállt a harcból, hogy ott legyen a legjobbak között. Úgyhogy Dináé lett végül a fehér trikó, nyilván az összetetben azért picivel többen reménykedett, de így sem lehet csalódott, talán ez a fehér trikó is nagyon komoly teljesítmény, legjobb magyarnak lenni egyre jobb. Kedves nézők, ez volt az idei Tour d'Hongrie összefoglalója. Reméljük, hogy jövőre még izgalmasabb versenyt közvetítetünk majd önöknek. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!